Fehér ing és sötét aj mindenkin a teremben. A pincérek egyik poharat teszik a másik után az asztalra. Éppen díszterítést gyakorolnak a hétvégi versenyre. Az iskola diákjai kiváló tesztsorozatokkal bizonyították éveken keresztül, hogy a Győri Krúdi az élvonalba tartozik. A kimagasló eredmények után idén az ország legjobb szakközépiskolája lett. Nagyon boldogok voltunk, tovább küldtük más iskolásoknak, hogy hát azért mi krúdisok vagyunk, hát meglátszik, hogy mi vagyunk az elsők között. Pénteken lesz egy verseny itt Győrben a kamarában. Díszterítést kell csinálnunk, és koktélokat kell kavárnunk, 2 alkoholmentes koktélt. Az ide felvételt nyert gyerekek szakács, pincér vagy cukrász szakképesítés közül választhatnak. Az igazgató szerint az is közrejátszhatott abban, hogy a diákok a legjobbak tudtak lenni, hogy ez a 3 képzés nagyon pozitívan hat egymásra. Ezt a megtisztelő címet ezeknek a gyerekeknek, tehát a szakközépiskolába járó gyerekeknek a kompetenciamérés eredményei adták. Már a kompetenciamérés eredményeinek elemzésekor már láttuk, hogy a legjobbak között vagyunk, de hogy ebben az évben valóban a mi eredményeink lettek a legjobbak, erre nagyon büszkék vagyunk, és hozzá kell tennem, hogy a kompetenciamérés egy külső mérés, tehát erre úgymond nem lehet készülni, nem mi javítjuk itt az iskolában, hanem központilag Budapesten javítják, úgyhogy ez többszörösen is egy szép eredménynek számít. Volt, akit nem ért váratlanul a hatalmas siker. Herdis Noel azt mondta, számára megtiszteltetés, hogy ide járhat. Megmondom őszinte, hogy igazából nem ért meglepetésként ez az egész, mert mind a szakoktatás, mind a gimnáziumbeli oktatás szerintem lenyűgöző. És a szakoktatók, illetve a tanárurak, tanárnők teljesítménye is kiemelkedő szerintem, így úgy gondolom, hogy a Krúdi Gyula gimnázium megérdemelte ezt az eredményt. Rengeteg versenyen, sportnapon és egyéb kulturális eseményen vehetnek részt az iskolában a diákok. A tanórán kívüli foglalkozások mellett pedig a hozzáadott pedagógia értékében látja a siker kulcsát az igazgató. Szerintem a mi diákjaink viszik jó hírét az iskolának, és nagyon sok diák nem azért jön ide, mert mondjuk elsősorban, mert a vendéglátásban szeretne elhelyezkedni, hanem azért, mert krúdis szeretne lenni, és ennek a krúdis pezsgő diák életnek a részese szeretne lenni, és aztán, hogy később mégis jó szakács vagy pincér lesz belőle, ez attól is függ, hogy milyen szakoktatóhoz kerül, hogy a szakoktató meg tudja szerettetni vele ezt a szakmát, milyen külső gyakorlati helyre kerül, és hogyha az ottani környezet is olyan hatással van rá, olyan pozitív hatással van rá, akkor tényleg egy jó vendéglátós válhat belőle. A Győri Krúdit a szakgimnáziumok között is rangsorolták, ebben az összevetésben az országos 5. helyet szerezték meg. Emellett a gimnáziumi tanulók is nagyon szép eredményeket érnek el, ezért azt a célt tűzte ki az iskola, hogy mindegyik típusú képzése országosan a legjobbak közé kerüljön, és ott is tudjon maradni.